Szeretettel köszöntöm én is professzor urat, Csongor Attilát, akiről még majd egy pár szót fogok szólni, illetve ő is fog önökhöz egy-két mondatot mondani. Az előző rendezvényünkön József Molnár V. József Néprile kutató nekünk, már csak Józska volt a vendégünk, és akkor az ő általa kezdeményezett három kápolnára gyűjtöttünk, illetve gyűjtött ő maga, és felhívtak telefonon utána, hogy 68 ezer forint nyújt össze, és nagyon szépen köszöni. Itt eszembe jutott, hogy akkor egy mondatban beszámolok akkor az előző évről is, mert a professzor úr mindig kimarad ebből, mert a, általában két rendezvényünk van, és mindig az előzőről számolunk be, de akkor most megemlítem azt is, mert sokan önök közül azon is valószínű voltak, hogy ott egy isoszegi fiatal embernek, a Györe Marian fiának gyűjtöttünk, azóta megműtötték különböző problémákkal, nem részletezem. Az ő neki gyűjtött adományoknál 82.500 forint jött össze, amit szintén ő tudatott velünk, és nagyon-nagyon szépen megköszönte, és ez nagyon jól jött neki. Következő, hogy említsem meg, hogy anyák napja következik, sok-sok szeretettel köszönjük az édesanyákat és a nagymamákat is. Hívott egy nagymama koradél után, hogy szeretett volna eljönni, de ballagása van a unokájának, és ezért nem tud. Viszont szeretné, hogyha a lányának a balagót meghívójára írt idézetet felolvasnám, és én megígértem neki, hogy ezt <coughs> megteszem. Ez így szól. <coughs> Megcélozni a legszebb álmot, komolyan venni a világot, mindig szeretni és remélni, így érdemes a Földön élni. Hogy kitől van az idézet, nem tudom, hogy hányan tudják. Tíz percen belül előadások tartani itt a könyvtárban. A mai esten szintén valamilyen jótékony célra fogadjuk azokat az adományokat, amit önök lehetőségekhez képes tudnak adni az est végén. A, most úgy döntöttünk, illetve úgy jött össze, hogy a Lábnyiki Gyermekek házára, ez Cságmóföldön van, gyűjtenénk, majd Csongor Attila is egy pár szót szól róla. Én csak annyit, hogy mi ezt 2004-ben álmodtuk meg ezt a közösségi házat, vagy iskolát, mindegy, hogy mondom, és 2005-ben mentünk először, hogy próbáljunk telket szerezni ott kint. Nem részletezem, akit érdekel mélyebben, részben DVD s van róla, részben ott a képeken látja az első, a 2005-ös utunkat, amikor kimentünk először helyet keresni, a következő pedig két évvel később az már az iskola avatóján készült, tehát amit álmodtunk, az létrejött. Most ez az iskola ez azóta is megvan, és ennek egy nagyon nagy udvara, úgy is mondhatnám, hogy kertje van, amin azóta döntően most már Holland segítséggel, Hollandok segítségével faházakat is felhúztak hat darabot, ha jól tudom, de lehet tévedek, illetve a faházak azok nyilván, hogy a gyerekek táborozhassanak ott a környezetű falvakból, és most pedig készül már egy vizes blokk, amely Vizes blokk valamilyen állapotban van, és hát arra is gyűjtenek. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy mivel ez a Lábniki ház a szíving Csücske, plusz a Lucsika a keresztlányunk is, ezért most gyűjtenénk a Lábniki iskolára, és a Csongor Attila, akit szeretettel köszöntök, mindjárt egy pár szót szól önöknek. Ő tud egy pár mondatban még arról beszámolni, hogy hol tart ez az iskola most, ez az építkezés, amit én már kevésbé tudok, és ő a falu gazda mert minden falunak, ahol van magyar oktatás, van egy úgynevezett falu gazdája, aki segítkezik sok mindenbe, és ő elvállalta, hogy eljön erre a rendezvényre, ő összegyűjti a pénzt, és kiviszi majd a polgár Lacinak, aki most az MCMS-nek a vezetője, aki majd gondoskodik arról, hogy ez jó helyre kerüljön, és elsősorban a lábni iskola, iskolára költség. Nagyjából azt hiszem elmondtam a lényeget, és akkor kérem a Csongor Attilát, hogy egy pár mondatba mondjon önöknek. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, és igyekszem nagyon rövid lenni, hiszen a professzor úr előadására jöttek el. Uh, Tamás nagyon sok mindent el is mondott abból, hogy uh, én miért is jöttem ide, és hát nem elvállaltam, hogy ide jöttem, hanem köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Uh, ebben a körben talán uh, még nagyobb az érdeklődés az iránt, az ügy iránt, amit Tamás említett. Uh, valóban van uh, Moldbában egy Lábnyik nevezetű falu, amúgy uh, Vladnik uh, mai román nevén. Ez az egyik legkeletebbre Lévő magyar település, tehát itt még értik és beszélik a magyar nyelvet. A nyelváltás az sajnos az elmúlt egy-két évtizedben megtörtént, tehát, amíg a nagyszülők és a szülők még beszélnek magyarul. A gyerekek, hogy alkalmazkodjanak a mm. környező világhoz, azok most már románul beszélnek, tehát furcsa módon azt kell, hogy mondjam, hogy román az anyanyelvük. A szülők Tudatosan törekszenek arra, mert hogyha ezen az elszigetelt helyen csak a magyar nyelven tudnának kommunikálni, az a mai világban vállalhatatlan lenne számukra. Szerencsére, és a képen itt látszik a magyarok háza, amiről Tamás említést tett, szerencsére a Módvai Csángó Magyarok Szövetsége és még jó néhány magyarországi szervezet az elhatározta, hogy ezt a folyamatot megpróbálja megállítani, és valamilyen szinten, ha lehetséges, visszafordítani. Ugyanúgy, ahogy Tamásnak nekem is volt, és most is van keresztgyermekem kint, van egy viszonylag kicsi, de eléggé kitartó és lelkes csapat, akik hát ezt a keresztülői funkciót ezt próbálják részben pénzzel, de ami ennél sokkal fontosabb emberi kapcsolatokkal kitölteni. Ezek a gyerekek, ezek, ha valaki beszél velük, ezek tökéletesen tudnak magyarul, és valahogy sikerült a falut ráébreszteni arra, hogy ők valójában honnan jönnek, honnan, honnan származnak. Azt kell, hogy mondjam, hogy lábnyik egy csoda, ha belegondolunk abba, hogy ez a falu ez közelebb van Bukaresthez, mint a erdélyi nagyvárosok jelentős részéhez, ha belegondolunk abba, hogy a magyar határtól nagyobb távolságot kell megtenni, hogy oda eljussunk, át kell menni a Kárpátokon, mint hogyha valaki egész Magyarországot át akarja utazni hegyes halomtól a román határig, akkor tényleg megdöbbentő, hogy annyi elnyomattatás után olyan távol ezek az emberek, ezek meg tudták őrizni az identitás tudatukat. Ha van lehetőségük, akkor köszönjük az adományokat, ezt valóban én fogom kivinni május 15-én Moldvába, pontosabban akkor fogom átadni az MCMS elnökének, akkor találkozom ezzel a bizonyos polgárlacival. És hogyha önök közül bárkinek van további érdeklődése, hogy megismerkedjen ezzel a moldvai csángó magyar mozgalommal, esetleg még keresztgyermeket is fölvállaljon, ami némi kötelezettség, de azt gondolom, hogy néhány levelet, meg egy-egy ajándékot, hogyha valaki megengedett magának, az már nagyon komolyan hozzájárult ehhez az ügyhöz. Tehát, hogyha valakit ez a dolog még alaposan is érdekel, akkor én személyesen is állok rendelkezésre, akár most a rendezvény után, vagy pedig a hát az elérhetőségemet meghagyom, azon bármikor elérhetnek, és szívesen beszélek erről. Köszönöm szépen, és elnézést, professzor úr, hogy elhúztam az időt. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük annyit, hogy elfelejtett hozni gyűjtődobozt, úgyhogy kölcsönadjuk neki a dvd dobozunkat, majd abba fogunk gyűjteni, és akkor átadom a szót professzor úrnak. Ismételten köszönettel kell kezdenem a teremtőnek megköszönni, hogy eljöhettem újból, eljöhettem önökhöz egy egészen különleges, kiválasztott csapathoz, és ezért ma terhelni fogom önöket. Ma egyetemi oktatásba fognak részesülni, majd meglátjuk, hogy egyetemi tanárként hogy fogok eredményt elérni. Nagyon nehéz dolgokról lesz szó, de igyekszem úgy elmondani, hogy mindenki megértse. Itt az előzetesben elhangzott néhány nagyon fontos dolog, és nem az előadással, hanem egy olyan verssel készültem, amely talán megnyitja a szívüket és a pénztárcájukat. A segítségszími könyvembe találják meg Tanács, a címe. Turóci Zoltán írta, nem egy ismert költő, de nagyon szép verset írt nekünk. Ma még... Tiet körülötted minden. Adhatsz belőle. Adj hát, kinek nincs, mert jön egy nap, talán nem sokára, s kihull kezedből minden földi kincs. És nem lesz többé ilyet semmi sem. Tollad, virágos párnád másra vár, mit maga köré épített egy élet, nem lesz több, mint összeomló kártyavár. Ma szólhatsz még jóságos, meleg szóval testvéredhez, ki szenved, szomorú. Vigaszthoz hoz szavad, zengő muzsikája, stán rózsát hajt, egy tövis koszorú. Hajolj hát hozzá, amíg beszélhetsz, harmadként hújjon szerető szavad, mert jön egy nap, hol elnémul ajkad, és soha többé szóra nem fakad. Ma kezed még erős, a lábad fürge, szolgálhat szegényt, árvát, beteget. Ma letörölhetsz vele egy könnyet. Ó, most segíts, ha teheted. Mert jön egy nap, hogy kezed mozdulatlan, Mindegy, hogy ősz lesz tél, vagy koranyár, mert nincs több időd, és amit meg nem tettél, azt nem teszed meg soha többé már. De ma még tiéd körülötted minden, és adhatsz. Adj hát annak, kinek nincs, hisz jön egy nap, talán nem sokára, és kihull kezedből minden földi kincs. Csak az lesz tied, amit odaadtál. Csak az, mi minden kincsnél többet ér. A tett, a szó, mit szeretetből adtál, véled marad, és örökre elkísér. Mit viszünk magunkkal a túlvilágra? Mesztelenül jöttünk, mesztelenül megyünk. Testünk földből vétetett, földé lesz. Szellemünk, még a legnagyobb szellemi óriásoknak is, költőknek, íróknak, tudósoknak, nem 50 évig, hanem 100, 200, 1000 évig, 2000 évig emlékeznek az ógerök filozófusokra, és őket is elfelejtik. Mi az, amit a Teremtő rajtunk számon kér? Kaptunk tőle, lehetőséget a földi rétre. Mindenki külön-külön, egyedi, soha nem volt, soha nem lesz testet, szellemet és lelket lehelt belénk. Nem viszünk semmit, csak amit adtunk. Talentumot kaptunk, és az Úr azt kérdezi meg, hogy sávárkodtál azokkal a javakkal, amit kaptál, azzal a lehetőséggel, amit biztosítottam neked. A számonkérés csak arról szól, mit adtál. Tehát ezt visszük magunkkal. Az előadás. Test, lélek, szellem. Három lábú szék. Ha bármelyik láb eltörik, fölborul az egész szék, az egész ség az is baj, ha egyik láb hosszabb, mint a másik kettő. Gondolják el, hogyha valakinek a szellemi lába óriási, hát az bicegve tud a széken ülni, de ugyanígy baj, ha a testi láb erős. ezek a kigyúrt sportolók, de az is baj, ha a lelki láb túl nagy, mert lelkiző. Mi a lényeg? hogy a három láb, test, lélek, szellem harmóniába legyen. Harmónia adja azt, hogy a szék biztosan áll bármilyen földterületen. Az emberi test a mai tudásunk szerint 300 milliárd sejtből épül fel. Ebből 200 milliárd az agykoponyánkban van. a többin osztozik a többi szervünk és a testünk. A legtöbbet tudó, legnagyobb tudósok, akik éjjel-nappal dolgoznak, azok is csak szellemi kapacitásoknak 10-12 százalékát használja ki. Óriási a teremtő kegyelme, annyi hadsejtet kaptunk, hogyha pusztulnak is, a maradék bőven elég arra, hogy gondolkodni tudjunk, sőt, hogy a testünket mozgassa. Az agysejtek át tudják venni egymástól a funkciót, hogyan, úgy, ahogy gyermekkorunkban kezdtük. Tehát emlékeznek rá, hogy mennyi időt kellett gyakorolni, hogy megtanuljanak anyanyelven magyarul, hogy járni tanuljanak. Tehát, amikor valaki elveszti valamilyen készségét, arra gondoljon, hogy minimum annyi idő kell egy készség kifejlesztéséhez, mint annak idején gyermekkorban megtanult írni, olvasni, számolni. Mi az, ami a létünkben egészen bizonyos, hogy mindannyiuk, akik itt ülnek, és magyar az anyanyelvük, nem biztos, hogy tudatosult, hogy mekkora kegyelemben részesültek önök, akik ide születtek Kárpát-medencébe, és magyar az anyanyelvük. A magyar nyelv, itt megállok egy pillanatra, mert nem fogom idézetekkel elrontani, tehát pontosabban hivatkozásokkal az előadást, annyit fogadjanak el, hogy nem az internetről vettem a tudásomat, és minden, aki érdeklődő, meg fog kérdezni, meg fogom jelölni a forrást, hogy honnét származik. De van olyan forrás, ami belőlem van, belőlem származik. Tudják, hogy milyen nehéz a napfölkeltét, fizikai, matematikai egyenletekkel bizonyítani? Mi kell hozzá? Fölnéz az ember az égre, és látja, hogy a nap fölkelt. De bizonyítani nagyon nehéz. Bizonyítás önökben van. A magyar nyelve ősnyelv. Hordozza az aranykor emlékeit. Az aranykor nem más volt, amikor ezen a földön békesség, szeretet, mindenki számára boldog élet adatott, úgy ételben, italban, érzelmekben és minden egyebekben. Az aranykor emlékeit a magyar nyelv miképpen hordozza. Naponta használják, és Mégsem gondolunk rá, hogy micsoda csoda furcsa nép ez a magyar. Ugye, ha bárki elveszíti egyik szemét, mit mondanak külhani testvéreink, egy szemű, elveszíti egyik lábát, egy lábú, elveszíti, elveszíti, és egy lábú, és a magyar mit mond? Féllábú, fél, fél szemű. miért mert a kettő a kettő alkot egy egységet valóban akinek hallása elveszett nagyon jól tudja hogy csak a ha jobb fülemmel hallok jobbról jövő hangok ha a szememet veszem, példának ugye Bizonyos dolgokat nem látok az orromtól, mert félig látom a világot. A magyar népmesék miként őrzik ezt a csodálatos aranykort? Mert hogy azok őrzik, mert az megmaradt a nyelven. Minden írott, minden lejegyzett, minden rögzített információ dogmává merevedhet. Értekességként elmondom, hogy annak idején, ugye Vikár Béla, Bartók Zoltán, Kodály Zoltán, Erdélyi Zsuzsa néni, amikor gyűjtöttek, mindegyik leírta a népdalok gyűjtésénél, hogy bementek egy faluba, és a szomszéd házban másként szövegezték és énekelték azt a népdalt, aminek az alapdallama nagyon hasonló volt. Miért? Azért, mert más emlékképek maradtak, és más kép hajlítják, amit rögzítenek, ugye tudják, hogy népdalkincsünk körülbelül 200 ezer, ezer van lekottázva, a többi hangrögzítéssel ott van még vár arra, hogy leírják a német alföld, tehát a német ajkornak mennyi a népdalkincsük 8-10 ezer, mondom, 8-10 ezer annak a 200 millió embernek. Ennek a 15 milliónyi magyarságnak 200 ezer. És nem számoljuk meg a nép meséjeinket, nem számoljuk meg a mondákat, ami fönnmaradt a nép ajkán, mert azt nem hamisították meg, és nem rögzült. Nem vált dogmává. Kérem szépen, hogy gondolkodjanak. Amikor a magyar népmesében a legkisebb, a legszegényebb, a legszegényebb faluból elindul, mit kell legyőzni az úton? Mit kell erőször legyőzni? Csak a típus esetet vegyük. Hát be kell menni a kerek erdőbe és át kell menni az erdőn. Mit kell legyőzni? A félelmét. Utána mi következik? Hú, át kell menni a jéghegyeken. Tudják, a jéghegyek minek az emlékét hordozzák? A jégkorszaknak, mert a Kárpátok bércein volt a jéghatár, mert Kárpát medencében a jégkorszakban is földművelés volt és állattartás. Mert hiszen csak úgy a jégkorszakban 3-4 fokkal volt átlagos a hidegebb. És akkor fogják megérteni, ha 3-4 fokkal melegebb lesz, mint most van, micsoda óriási változások következnek be. Hát eltűnik Hollandia, Belgium nagy része nem verenszébe járnak majd a, a, az önök gyermekei Nászútra, hanem Angliába, mert ott lehet menni majd a Temze 80 centivel megnő, akkor London víz alá kerül. Tehát ilyen lehetőség gek veszélyeztetik az embereket és kárpát medencébe Csak nőjön az a víz. A Kárpátok és az Alpok megvédik nem csak a víztől, a széltől is. Itt nem lesznek cunamik, mert ez a Kárpát-medence, ahogy egy kiváló szentemberünk, emberünk mondta, Isten tenyere. Isten tenyerébe vagyunk. De folytassuk a mesét. Mi következik a próbatételekben, ennek a kicsi emberkének. Hát, le kell győzni a sárkányt. A sárkány a szimbolikus, mert az erő, a szellemi erő, ugye első volt a félelem. Érezzék ennek a szónak a, a súlyát? Fél elem, nem egész elem, hanem félelem. Ha egész széteszik, megszűnik a fél, ha hozzákapcsolnak egy felet, akkor megszűnik, megszűnik a fél elem. Megy tovább, egy, egy, fejű sárkány, hú, de nagy küzdelem, le kell győzni a sárkányt. Áromfejű, hétfejű, nem aprózzák el, huszonegyfejű. Tehát attól függ, hogy milyen a próbatétel, le kell győzni a szellemi, fizikai erővel azt, aki útonba áll. De nem öl. Ugye az Andersen mesékben e, sütik, főzik a gyerekeket piroska és a farkasba, ugye nem csak, hogy míg a nagymamát is megeszi a farkas, fölvágják a farkas hossát, darabolnak. Nem találnak népmesé, magyar népmesébe ilyen borzalmakat. Ugye Jancsi és Juliskán kemencébe sütögetnek. Magyar népmesében kit győz le a főhős? Kit, egyáltalán kit tudunk az életünkbe legyőzni? Csak magunkat. Csak félelmeinket, csak reménytelenségünket, gyengeségünket, csak magunkat tudjuk legyőzni. És mi lesz a mese vége? Mit kap ez a fiú? Nincs egész királyság. Felét kapja, felét, mert a másik fele ki. Hát mivel elnyerte a királylány kezét, az a fele ségé. A magyar ember párban van. Feleség. Valamikor a férj is fél volt, betű hasonulás lett, de a lényeg egy fél, meg még egy fél, az egy egész tudományos megközelítés. Az önök minden sejtje, testi sejtjei 46 kromoszóma párból állnak örökítő fehérjék. Kivéve, kivéve a nemi kromoszómákat. Abból mennyi van? 23, 23. Ha kettőt összeadjuk, ebből lesz 46. Milyen csoda az, és hogy gondoskodott a teremtő arról, hogy nincs két egyforma ember a világon, soha nem is volt, soha nem is lesz, mert akkora a variációs lehetőség, hogy kimeríthetetlen, ugye három milliárd sejt, uh, abból oly sok minden hiba történhet, ha rosszul, adjuk át az információt, ugye, ha a nemi kromoszómák a nőknél, ugye tudják, két X, és akkor visszakérdezek, jó uram, melyik a gyengébb nem? Férfi, így van, miért? Hát mert már ott a kromoszómáknál eldől két X, ha elmennek a kis kiskocsmába, x lábú asztal, két x-re rá lehet rakni egy lapot, igaz? Két x lapot. Mi történik az egyik x -el? Elveszti az egyik lábát, ebből lesz az y. A férfi x, y. Billeg, lebeg, gyenge szegény. Gyengéd a nő, de nem gyengébb. A világon mindenhol, nem csak a mi kultúránkban, Mindenhol a nők ha nem halnak meg korai fertőző gyermekbetegségekben, védőoltások. Ezt csak úgy felvetettem így a labdát. Óriási dolog. A fehér, tehát az Európa népessége azért tudott ilyen nagy számúvá lenni, mert a gyermekkori betegségek szültek akkor is 12-14-et, és maradt 4-5, mert meghaltak gyermekkorba. Akkor is voltak 80-90-100 éves öreg emberek, csak az átlagkor és a várhatókor, születéskor, és ezt sem magyarázzák el, azért volt 22 év, 30 év, mert abban beletartozik minden gyermek, aki meghalt gyermekkorba, és ezek a fertőző betegségek okozta halálok voltak. De vissza ez a férfihoz és nőhöz. A nő az állandóság. Amikor megszületnek a nők, kapnak két kis kosárkát. Pete fészeknek hívják a kosárkákat. A kosárkákba egy idő után megérnek a mik, petesejtek, tele van a kosár petesejtel, és mindig, minden hónapban egyérik meg. Tehát a születéskor már megvannak a petesejtek, tehát az ott van, ezért ő az állandó. Ki lehet számolni, ma már 11 éves korban érnek a peték, és sokáig lehet érlelni, de akkor is, mondjuk, 50x12 hónap ennyi petesejtre van szükség. És ez a gyenge férfi, ez a gyenge férfi, uraim, ezért fontolják meg a nő, ha áldott állapotra készül, ő nála nem akkora bűn, hogyha egy kicsit iszik, egy kicsikét ezt azt csinál. Miért? Mert az kezdettől fog voltva. Mi van a férfival? a férfi a napi táplálék is az ital befolyásolja. Miért? Mert naponta termelődik 25-50 millió hímivarsájt, és miért fantasztikus a hím az útja, mert elindulnak, hogy elérje egy a petesejtet. És tessék elképzelni, amikor a maratoni futáson 25 millió ember indul el, és csak egy lesz a győztes. Melyik? A leggyorsabb, a legerősebb, a legklasszabb. Ez termékenyíti meg a petesejtet. Mit csinál a doktor, a mesterségesen termékenyít? Fogalma sincs. Lehet, hogy az utolsó lett volna a sorba az, akit kivesz. És mit csinál? Körülbelül olyan, mint hogyha, mert injekciós tűvel bökik át a petesejt falát, mintha ide a tank jönne be, tetszik tudni, ez körülbelül ilyen a sejt számára. Ja, azért, hogy azért nagyobb valószínűsége legyen, hogy lesz gyermek, ezért, ezért a petesejtbe egyszerre több sperimot tesznek, ezért annyi az ikertelhesség. Az iker, a koraszülés most már értjük, meg a korai elvetélés, mert borzasztó, durva eszközzel bánunk. Tehát tudni kell, hogy a férfi testben erősebb, lélekben gyengébb. Abszolút bizonyíték. Magyar nóta is mondja. Mit mond? Hogy szól a magyar nóta, ami ide vonatkozik. Ha egy házas pár beteg Szeretné megkérdezni, hogy nem kell válaszolni, csak úgy magukba. Mindketten betegek, férfi és az asszony. Ott van a három gyerek, nem betegek, csak ki kell őket szolgálni. Mind a két félnek 40 fokos láza van, ki szokott fölkelni a gyerekeket. Hát, hát a nő, hát olyan természet. Sőt, még a beteg férj elvárja, hogy őt is kiszolgálják, a magyar nóta hogy szól? Ha beteg is kelljen föl, főzze meg a facsorát, főzze, úgy várja haza, haza az urát. <kül> Igen ám, de ez mit jelent, hogy a nő legyőzi a fájdalmát, a lázát, ezért sokkal hamarabb gyógyul meg. Elmondok egy nagyon érdekes esetet a praxisomból. Kötődés is van hozzá, mert nem kötelező a nőnek fölkelni. Föl lehet a férfinak is. Ezt csak úgy mondom, hogy nincs törvénybe foglalva. A sok ezer embert operáltam. Úgy. Nagyjából fele annyi nőt, fele annyi férfit. Amit a 41 nehány éves praxisomban tapasztaltam, az az, hogy a nagy szívműtétek, a melkas megnyitó, ketté vágjuk, lehűtjük, szívet szívtüdő pumpával pótoljuk, a szívet lehűtjük két fokra, ez férfinál, nőnél ugyanaz. A nők három-négy nappal hamarabb kelnek ki az ágyból, három-négy nappal hamarabb hagyják el az alapintézményt. Miért? Hát nem érnek rá betegek lenni. Várja a család, a gyerek, az unoka. 2006. December, december 10-én volt az utolsó hét a szívműtét előtt, hogy operálhattam, mert 18-án én mentem műtétre. Azokat a betegeket operáltam meg, akik nagyon súlyosak voltak, és nem esetleg nem várhattak volna, meg ki tudja ezt. Minden esetre operáltam három nőt, két férfit, meg két kamaszt azokkal nem foglalkozom, mert ez egy külön kategória. Kamasz még se nem férfi, se nem nő, ott még nincs ilyen különbség. December 18-án legkedvesebb tanítványom engem is ugyanazon módszerrel megoperált, uh, koszorúér áthidalást végzett nálam hétfőn itt ebben a teremben van néhány szív operált beteg. Általában a nagy szívműtét után a betegek a klinikán ott, ahol operálták, 7, 8, 10, 12, 6 ne sorolja napot tölt, és az operáló intézetből elmegy 3-4 hétre úgynevezett rehabilitációs kórházba, az is kórház, de ott egy picikét már tornászkodnak, meg mozognak. Ugye ilyen Balatonfüred híres, meg Sopron, meg jó pár van, deszk. Na a lényeg az, hogy engem megoperált a kolléga hétfőn, én kedden lementem az intenzívről. Csütörtökön beültem az autóba az Alegerszegen, ez 220 km, ugye Pécs, hazamentünk a feleségemmel, már kocsiba, és másnap reggel, pénteken, 7 órakor bent voltam az intézetben, megtartottam a konferenciát, és mentem professzori vizitre, mert az minden nap volt. Megyek föl a fiúkhoz, hát a lányok már mind elmentek, már nem voltak ott, két középkorú ember, mind a kettőnek két billentyű, meg egy-két koronária áthidalás volt. Mit látok? Ugye nálunk egy, kettő és négy ágyas kórtermek voltak. Az egy ágyas a legveszélyesebb, nincs kivel társadalmi megbeszélni. A két ágyas az az csak bizonyos lelkeknek jó, akik olyan magánzók. A négy ágyas az azért jó, mert mindig van, aki jobban van, ki tudja szolgálni a másikat. Tehát kicsit körbeforognak ez. Három-négy az ideális szám. Mit látok? Ez a két úriember, egyik 38, a másik 41 vagy 42 volt. Ott feküsznek, mereven, ott van a feleség, a gyerekek, a feleség, akit nekem elmondták, hát, hogy félig váló félbe vannak, mert már régóta a szerelem megszűnt. Á, a gyerek rá se néz az apjára, visszabeszélt, nem fogad szót. És mit látok? Egyik kezét fogja, a feleség simogatja, a másikat a kamasz gyerek, ugye, aki még azt sem tűri, hogy az apja megölelje, fogja a másik kezét, minden lába újára egy rokon, az ágy körül ott vannak 15-en. A másik betegnél ugyanez, ugyanez a gond, 12-15 év házasság után vannak nehéz időszakok. Ott is, feleség, gyerek. Tehát magyarul a két ágynál, hogy hogy fértek el, pedig tiltottam, hogy 32-en voltak benne látogatók. Így feküdtek. Anyucsika törölgette a homlokát, tette a szájába a finom falatot. Kiküldtem a hozzátartozókat, és az uraknak mondtam, hogy több mint egy hét fúriuk volt velem szembe egy héttel korábban operáltam én őket, úgyhogy most fölkelnek. És elég hosszú volt a folyosó, és katonás rendben engem követnek, ugyanolyan tempóval végig megyünk a körfolyosókon. A család kint a sarkon, ugye kiült, kiállt, döbbenettel látják, hogy az előbb még halott férj, katonás rendben követi a professzort. Mondom, lépés tartani kell, tehát egyszerre lépünk. Ha csak ezt tettem volna meg, akkor egy gonosz, nagyon rossz orvos vagyok. Miért? Miért? Miért feküdt ez a két ember úgy, mint a félhalott? Miért? Miért? Azért, mert szeretetet kapott. Olyan régóta nem kaptam már meg a feleségétől, a gyerekeitől. Most szeretkedték, kényezgették, ki akarták használni. Itt az alkalom, minden nap jönnek, szeretgetnek, simogatnak, milyen jó, megölelnek, a fiam is megölel. Mikor ölelt már meg? A feleségem csókolgat, a legfinomabb ételt hozza. mit kellett tennem, amikor visszafelé jöttünk a masírból, megálltunk a rokonoknál, és mondtam, most nagyon-nagyon nézzenek fel erre a két emberre. Látták, hogy milyen betegek voltak. De ők annyira szeretnek és tisztelnek engem, hogy legyőzték a fájdalmukat, mert nagyon fáj. Én tudom, hiszen most este már rajta. Legyőzték, a gyengeségüket azért, hogy önöknek bizonyítsák, hogy minél előbb haza akarnak kerülni, de meg kell fogadniok, hogy nem csak itt, hanem Balaton füreden is ugyanígy fogják látogatni, és ugyanennyien, és ugyanúgy viszik, mert szükség van a finom ételre, mert most nagyon sok sejt. Ugye a kamasz fiú, az én apám, hú, milyen erős. A, feleség, aki hát talán, talán mégis nem egy keresetből kell fölnevelni azt a három gyereket. Ó, ilyenkor rádöbbenünk, amikor baj van, akkor, akkor feleség és fél leszünk. Idős emberek nagyon jól tudják, ha még veszekedtek is, ha még éltek, de amikor elmegy az egyik, borzasztó nehéz az itt maradottnak. Számtalan olyan történetet tudok, hogy utána ment, nem bírt elviselni. Pedig veszekedtek, de elment, és nem bírta elviselni, hogy csak fél ember maradt. Fél. Koponyánk meg van felezve. Két agyféltekénk van. Jobb és bal agyféltekek a domináns agyfélteke az mindig keresztezett pár révén, aki balkezes, annak a domináns a jobb agyfélteke, aki jobbkezes, domináns a bal agyfélteke. A lényeg az, hogy a domináns, mindig a domináns agyfélteke a racionális gondolkodás, a kreativitás, a matematikai készség, a verbális, magyarul az aggyal és a testtel kapcsolatos funkcióknak a tárháza. Ott van a beszédközpont, mozgásközpont, meg minden. És mit csinál a jobb agyfélteke? Mi, minek a központja a jobb agyfélteke? az érzelmek, tehát most ugye arról beszélünk, hogy balkezes és keresztezett pálya, jobbkezes, keresztezett pálya, tehát a nem domináns hagyfélteke az érzelmek tárháza. Nem tudom, hogy jelenlévők között van-e olyan személy, aki az intelligencia tesztet elvégezte, mert ugye ott iq intelligencia, és vagy intelligencia, mi magyarul? Arány. Mi? Hányados. Ó, oh, köszében. Intelligencia hányados. Van ilyen, aki esetleg a menzának is tagja, kikerülhet be a menzába, aki a tesztet úgy kitölti, hogy minimum 150-es az iq -ja de vannak 220 as iq -val. Mi átlag emberek 100-as iq rendelkezünk. A kicsit okos, jeles volt, a 110 -zel. Aztán egy kicsit butácska. Ugye a határ az nem egy éles határ, de lefelé a butaság van. Na de nézzük meg, hogy ezek az egészen magas, tehát 150 IQ feletti IQ-val rendelkező emberek, férfiak kicsit többen vannak, de nők is, mit értek el az életbe? Nyilvánvalóan ők az igazgatók, ők a professzorok, ők a, a sikeres menedzserek, ugye? Hát ennyi észre. Nem. Semmire nem viszik, nagy részt. Ha csak, ha csak a magas IQ mellett, a verbális IQ mellett az érzelmi iq -ja nem magas, de ez a kettő nem szokott együtt járni. És rájöttek a tudósok, hogy kár nézni ezt a, az intelligencia kóciens, mert miről szól ez? Mit tanult meg? Mire emlékszik? Hogy rakja össze a logikai sorokat, mennyire kreatív, mennyire gyorsan mozog az agya, és az érzelmi intelligencia, az érzelmi intelligencia határozza meg, hogy ki milyen sikeres lesz. Magyarul tehertűrő képesség, emlékeznek rá? Magamat legyőzni. Ezek a magas IQ-val rendelkező férfi emberek, Jön, kirúgják az állásába, összeomlik és megy az utcára. 98% a Budapesten az utca embereknek férfi. Nem bírja elviselni a terhet. Hát nem szokta. Hát felesége kelt föl a gyerekhez, amikor beteg volt. Meg fáj, de el kellett viselni, le kellett győzni a fájdalmat. És szeretni kellett. Érzelmi... Intelligencia. Az érzelmi intelligencia is mérhető, és itt az érzelmi intelligencia hányados arányába vannak a beosztások, a sikerek. Nem feltétlenül evilági siker, hanem boldog ember. Sikeres ember. Megerégedett ember. A művészek Mindegy, hogy milyen művész. Ő neki kivétel nélkül a művészeknek az érzelmi intelligencia, és most mindig a, vegyük úgy, hogy mindig jobbkezesről beszélek, ez az egyszerűség, hogy ne kell mindig ismételni. A jobb agyféltekéjük fejlettebb. A nőknek a jobb agyféltekéjük fejlettebb, mint a férfiaknak, statisztikai számokról beszélek, nem egyedekről. A nőknek az érzelmi intelligencia hányatosa átlagosan jelentősen magasabb, mint a férfiaké. Tehát figyeltek? XX kromoszóma, örökítő fehérje, XY a férfi, többen születnek a férfiak, de tíz évvel tovább élnek a nők, és sokkal többen lesznek a nők időskorba. Hát miért is? Hát mert öreg anya, ugye nem nagy anya, Grossmutter, az ez német, öreg anya, öreg apa, azért volt a magyar nyelvben, mert az öreg anya, az édes gyermekeitől összeszedte a gyermekeket, és mint kotlós a csibéket nevelte, mert a fiatalok szültek, ő szoptatott, meg az a babával, meg a legkisebbekkel, egyelkettővel bírt. Azért volt az a öreg anya, meg hogy 15-en a lányokat tanította az öreg anya mindenféle készségre, az öreg apa pedig már három éves korban, amikor kint voltak, őrizték az állatokat. Mire tanította a gyereket? Hát nem csak arra, hogy az a bika, az hágja meg a tehenet, nem valami nagy dolog parasz gyereknek, hogy júj, a bika meghágja. Persze, a 18 éves elmegy az állatkertbe, és micsoda dolgok vannak ott a bikánál, meg a kannál, meg a... Ő neki természetesen minden nap látta, de mi az, amit az öreg apa a kezébe adott? Hát a bot. Na nem csak azért, hogy kergesse a Marhát, hanem miért? Hát, mert elkezdtek róni. Nagyon egyszerűen. Öt éves korra minden fiú gyerek tudott írni. Róvás írás. A Balaton északi partján tartottam merőadást általános iskolásoknak. És a végén odajön a tanár, és a kezemben nyom egy könyvet, egy ilyen fajta könyvet, kicsit vastagabb volt. Hát, kinyitom. Róvásírással van írva. Hát mondom, tanár, nem, mit csináljak én ezzel? Hát róvás van írva. Tanuljon meg, professzor Róvás. Írás. Mondom, ne olyan, mert nem öreg vagyok már én ahhoz. Nézd, ezek a gyerekek és mutatta. Ezek a gyerekek kivétel nélkül 4, 6, 7 alatt tanultak meg Róvásírással. Na aztán mi haszna? Mi a haszna? Az egri csillagokat tartottam a kezembe, ezek a gyerekek Latin betűkkel, hatodik osztályosok. Az Egri csillagokat a legjobbak. Két-három hónap alatt olvasták el. Róvásírással kivétel nélkül mindegyik egy hét alatt. Ja, mert a mi vagyunk így jár. Mi ez a róvásírás? nagyon logikus. Elkezdtem tanulni, csak nem vagyok kellően szorgalmas. De már megértettem, hogy mi a titok. Ez is nagy dolog, először meg kell érteni. Érdemes lenne megtanulni? Nagyon érdemes lenne, de én már elfajzott ember vagyok, mert meg kellett tanulni gyorsolvasni. Mi a gyorsolvasás, hogy ugye naponta 2000 oldalt nekem el kellett olvasni ahhoz, angol nyelvű szöveget, hogy a tudás szintemet tartsam. De ez nem olvasás, fényképezés. Tudom, ránézek, és kiveszem az információt. Van, mit egyáltalán nem olvasok. József Attilát, Adi Endrét, Arany Jánost, Mikszát Kálmán, Móricot, betűzve olvasom. Itt van a számba, az íze. Mert az nem információ, hanem érzelem az csak úgy lehet átvenni. Az információ persze lehet szűkíteni a számítógébe is, hogy a nek a keresőszóra kiemeli. Igen ám, de a számítógép nem tudja, hogy a magyar agy milyen csodálatos. Tudják-e miért? Azért kik fedezték föl a számítógépnek számítógép programokat, Magyar emberek voltak, mert tudtak digitális módon gondolkodni. De mi a csoda a magyarba? Hogy képesek analógiásan gondolkodni. Elmondom, hogy én, mint szívsebész professzor, senkitől, egyetlen egy szívsebész professzortól nem tanultam olyat, amit a világon én csináltam először. Egyetlen, hát ha nyilván, ha ő csinálta ezt a másodszor, de magyarul nem volt olyan speciális műtéti eljárás, amit én vezettem be az orvostudomány történetében, hogy az bármiféle orvos kolléga erőzmény lett volna. Kettő dolgot elmondok, jó? Nem egészen értettem annak idején, hogy miért kellett nekem uránbányásznak, csillésnek lenni, hiszen nem kellett felvételiznem. Azt hittem, hogy belehalok. Azt mondták, hogy a munkás meg a parasztosztály eskütelensége vagyok. Én, aki parasztgyerek vagyok, és tíz éves koromtól magamat láttam el fizikai munkával. 12 éves koromban zsákoltam a felnőttekkel, így kereste. És nekem azt írják az egyetem fura úrai, hogy menjen el a termelő munkába. Mondom, már paraszt voltam, munkás voltam, bányász még nem voltam, hogy bebizonyítsam, mentem az urán bányába. Analógiás gondolkodás. Van önök között olyan, aki dolgozott urán bányába? Elárulok egy titkot. Nem úgy bányásszák az urán érzet, mint a szenet. Ugye a szénnél vágatokat csinálnak, előre állva, fúrnak, robbantanak. Az urán érz az 30-40 centis érzréteg, és ezek már vetődött kövek, ezek az érc nyalábok 45-60 fokos szögben vannak, ezt használták ki, mert elkészült alul a vájat, ott volt a csívle, mi pedig ezekbe a 40-50 centis résekbe, ahol nem lehetett megfordulni, vagy háton, vagy hason lehetett előre fúrni, mm -hmm. és mivel a fiatal emberek három-négy év alatt meghaltak bőrrákba, ezért a tüdőrákba, ezért kitalálták, hogy nem száraz fúrással, Black and Black már, ugye van olyan, ami porszívó van, vagy ha kint fúrnak a mesterek, akkor vizet nyomnak rá, mint a, Eszter Gályos is ugye vasra, hogy hűljön, meg ne porozzon. Azért találták ki, mert a tüdőrák nagyon gyorsan jött. A bőrünk sokkal ellenállóbb, úgyhogy a bőrrákot, de magyarul rákba pusztultak el az uránbányászok, nagyon megfizették. Hat, tízszeres volt a fizetés az uránbányásznak. Nekem is hatszorosa volt a csillés fizetése, mint a fiatal orvosként a kezdő fizetése, mint orvosnak. Igen, ám, de ez a nem csak a félelem bére, mert ott nincs menekülés. Ha megindul egy ilyen réteg, leszakad annyi. De a rák az jött volna. De nem voltam én olyan sokáig, meddig voltam. Addig még figyeltem, hogy milyen csodálatos. Nem jön a szemembe a pattogó kő, mert vízsugárral fejtek, és elfolyik mellettem. A szívsebészetben az egyik rendkívül nagy szövődménnyel járó műtéti típus a fő ütőér, messzes billentyű betegsége, mert a billentyű, nincs már billentyű funkció, van egy kis lyuk és egy méz tömeg a billentyű. És amint a billentyűt, szó szerint, ugyanúgy, ahogy a szobrász a vésővel dolgozik, mi is hasonló eszközökkel kifejtjük a meszet, mészrögök jobbra-balra szívbe elmentek, megtapadtak a falon, és aki nem halt meg a szívműtét okán, annak a mészrög elment az agyába, félig lebénult, elment a koszorérbe, infarktus kapott meg a magyarul, a Főütő, messzes főütőért billentyűk halálozása kétszer akkora volt, mint a nem messzes főütőért billentyű halálozása. És volt mellette 5-10 százalék szövődmény. Urán mit kell csinálni? Vizes fejtést. Tetszik érteni? Őtőlük tanultam. Vizes fejtés, nálam nem volt embúlia és a halálozás természetesen nem volt magasabb. Minek köszönhettem? Az urán bányász múltamnak analógiát, ugye ugyanúgy, mint ott, analógiásan tudtam gondolkodni. Ifjús ebész koromban úgy hívták, úgy hívtak, azt mondták, hogy a, az a léze, ő hozzámenjen, ugye, pláne a szép asszonyok jöttek, mert nem mindegy, hogy ilyen gírbe gurba, vastag van a két mellek között, két, ugye, egészen fiatal nőket, a gyerekeket is, de hogy 17-től 18 20-30 éves a női ékeség a két és, már nem mehet el a, a strandra, mert ugye a cici azért félreállt, mert rosszul varták össze, akkor egyik fölment, másik lement. Itt középen e, ordító heg, azt meg honnét vettem, mert lézerem soha nem volt, hanem tapasztalás. Én segédmunkásként dolgoztam falusi piktoroknál, festőknél. Annak idején nem volt lézer, hanem ugye mindig mondta, hogy itt beütött az egyik szöget, és akkor mondta, hogy na, most már úgy körülbelül párhuzamos a plafonnal amikor azt mondom, hogy igen, akkor lejött, megnézte, oda beverte a szöget, és kormos madzagot rápattintotta a falra, és ott húzta meg az egyenes vonalat. Mi az analógiás gondolkodás? Az, hogy a szecsontnak középpontjában itt egy körömnyi van, tessék kitapítani mindenkinek, és a szetsontnak a farka, az is mint az ásónak az éle, steril cérnát rányomtam erre a két pontra, ha önök benyomják a kezüket, akkor három-négy másodpercig, kinyomják a vért, és ott egy fehér csík van, rányomtam a cernát, és a szikével egyetlen egy meccéssel, még a csonthártyát is átvágtam, ez az akció nekem, a madzaggal együtt, meg a meccéssel együtt 30 másodperc volt, a kollégáim 30 percig jutottak el eddig a pontig, és kapáltak. Tudják, mi a kapálás? Ez az, amikor a gyereket tanítják rajzolni, hogy ne kapálj, fiam, hanem egyenes vonalakat húzzál. A művész az nem kapál, az lazán húzza. Úgy lehet egyenes vonalat húzni, ha lazán húzott. Ők meg a szikével, ahogy mentek, jobbra-balra vérzett és vonalheg, vagy alig látszott, vagy nem látszott. Ja, spórolni is lehet, ugye, mert nem innét kell indítani meccést, hát a, tessék megnézni a hölgyek, amikor kivágott ruhába vannak, hát legalább a medálak, ne lássék, úgyhogy 10 centivel lejjebb kezdtem a meccést. Itt nem volt heg, itt már a cici jön, és a betegek jöttek, és kiderült, hogy ugyan már a nők, a hiúak, férfi nekem is lézerrel vágja, tanár segít lézerrel, úgy, mint a... És jöttek, tehát ez, mert ami bent történik, az senki nem látja, ami kint van, az ott marad örök életre. És ez egy nagyon fontos dolog. Nem csak a szív műtéttel kell törődni, mert a lelkét tönkre lehet tenni nőnek, férfinak, ha csúnya heget alakít ki. Analógiás gondolkodás. A magyar a digitális és az analógiás gondolkodása egyaránt alkalmas. Csak én nem vagyok alkalmas erőadónak, ha. Tesséknek, nem látom az órát, hány óra van? Mennyi? Hét óra 10. Tiszt... Nem, az én órám pontosan, én egy órája kezdtem. Emlékeznek, ezt mindig elmondom, nem lesz hosszabb sokkal egy óránál. Azért, mert ugye gondolták, még nem is beszélt olyan nagy tudományos dolgokról. De csak arról beszéltem. Csak megértették. És ugye Beszélhetnék latin szavakkal, egy szót se értenének, elmondhatnám úgy, hogy fele értené, elmondhatom úgy, hogy alig értik, emlékeznek öveges professzor úrra. Hát, nagyon szerettük. Hát ha a tanárt szeretik a gyerek, mindenre képes, ne utáltassák meg velük a tanulást, ne gyötörjék 6-8 órában a naponta, mert tetszik, tudni mennyi elég? Nem ehhez a készséghez, hanem olyan készséghez, hogy megint elsők legyünk Európában, mint Klebersberg, kúno idejébe. Bizony, az elemi iskolába, mit tanultak a nebulók, apám olyan gyönyörűen írt, édes Istenem, anyám is, Hát mert volt szép írás, volt rá idő. Pötöket megtanulták. Szótagolva olvasni. Most ezt most nézzék el nekem, de nagyon mérges voltam. Azzal kezdem én. Nagyon szerettem és szeretem Schmidt Pál Excelnök urat. De aki nem tud helyesen írni, az ne írjon. Volt öt titkárnője. Abba az öt mondatban hat olyan egetverő helyesedjási hiba volt, hogy negyedik általános iskolás koromba engem szétpofozott volna a tanárnő, meg az anyám, meg az apám. Mi az, hogy nem tanulnak meg helyesen írni? Szótagolva jött a szóképolvasás, szegény gyerekek a hülye angolból átvették azt, ami nekünk a legnagyobb kincsünk. Minden betűt kiejtünk, minden szótagot kiejtünk, elválasztunk. Az l y nél nem kell aggódni, mert az, azt igazán nem kéne komolyan venni. Mert az sokat változott, változtattak is, de úgy egyébként... Miért is mondtam ezt? Azért, mert a gyereknek meg kell tanulni, írni, olvasni, számolni. Úgy emlékszem, hogy, hogy a szorzó táblát folyamatosan, mantraszerűen, mi mantraszerűen, az ötös, a hatos, a hetes, és ötödikes korunkban nekünk két jegyű számokat kellett összeszorozni fejbe. Ma meg hadd ne mondjam, a számi, Be kell pötyögtetni a számítók vagy a pénztárnál. Én előbb végzek, mint a kisasszony, pedig csíkkal húzza le. Ezek készségek. Tehát én a szívsebészetet azért gyakoroltam annyit, hogy ne kelljen gondolkodni bizonyos dolgokon, készségszintre fejleszteni, mert akkor marad idő az egyéb dolgokra. Tehát, Gyar vége. Mert a legfontosabb dolgot a végére hagyjuk. Az aranykorban a két agy félteke, az érzelmi és az értelmi agy félteke szinkronban volt. Mindegy, hogy melyik dominál, arra hajlik. Ezért harmóniát kell teremteni. Értelem és érzelem között. A magyarok képesek erre, a magyarok képesek az aranykort visszahozni. Csak önökön múlik. Csak önökön múlik. De ehhez vissza kell venni régi szokásainkat. A magyar nem gyűlölködött, a magyar nem veszekedett, a magyar nagy közösségekben élt, és szeretett és adott. Ehhez béke, csönd kell. Egy nagyon kedves önök által a jelenlévők többen ismerik, szeretik, reményik Sándort. Egészen biztos vagyok benne, hogy ezt a verset sokan tudják. Az első ahhoz az első lépés, hogy a harmóniát megteremtsük, béke kell. Béke. Így ilyen szímet adott Reményik Sándor egyik versének. Béke. Valami furcsa összehangolódás. Valami ritka rend. Széthúzó erők erős egyensúlya, mély belső bizonyosság idebent, bizonyosság arról, hogy élni jó, szenvedni elkerülhetetlen, szeretni tisztán, megistenülés, meghalni szép. És a kifejezést meglelni mindezekhez, megtalálni a felséges igét, az igét ezekhez a béke az. Orkán ordíthat, aztán odakünt, robbanhat ezer bokba, kárba ment, de kárt nem okozott. Bent csend, a béke itt kezdődik. Bent csend, Isten hozott. Miért fontos ezt tudni? Mert ha önmagunkban nem tudunk békét teremteni, nem tudunk a világba békét teremteni. Krisztus, három evangélistája, a szinkretisták, Máté, Lukács, Márk, hogy adta át a szeretet parancsot? Szerest fele barátodat, mint ten magadat, magunkat szeretni, Krisztusi parancs. János egy kicsit megnehezítette, ő másképp emlékszik, hogy mondta Krisztus. Hogy mondta? szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket, úgy szeressétek egymást. Hogy szeretett Krisztus bennünket, föláldozta életét érettünk. Ez az áldozatos szeretet, anyák. Tehát harmóniát teremteni a két félteke között, harmóniát teremteni a test, lélek, szellem között, hogy Egészségbe maradjunk, elárulom, hogy az egészséget megőrizni sokkal kevesebb erőkifejtés, mint a betegségből meggyógyulni. De csak akkor kapunk észrebe, amikor már betegek vagyunk. Tehát fizikai jó tanács: 60 évesek, naponta, folyamatosan, megállás nélkül, könnyű tempóban, hogy nem szabad nehezen levegőt venni, mennyit kell gyalogolni, két óra. 70 évesek, három óra. 80 évesek, négy óra. Aki megéri a 90 öt óra is, ez nem vicc. Ez nem vicc. És időnként legyenek olyan kedvesek, bármennyi van a hűtőszekrénybe, tessék éhezni. A daganatsejtek azért szaporodtak ilyen mértékben, mert soha nem éheznek a sejtek. A daganat sejtek imádják ezt. Ők nagy energia mindig megkapják, szaporodnak. Időnként éhezni kell. Ezért a minden nagy vallásból ott van a hosszú bőjt, meg a rövid bőjt. De ha tovább beszélek, egyéb ajasságokra ragadtatom magam. Úgyhogy itt most befejezem, de áldással búcsúzott. Ez a közösség, a gödöllői közösség különleges csapat. Nem esküszöm meg rá, de a 80 át minden alkalommal itt látom a jelenlévőknek. Az esti egyetemet folytatjuk. Ha a teremtő még fontosnak tartja, hogy élhessek, vagy élhetek, Elmondom önöknek, szerettem volna meghalni, nagyon vágytam a halált. Elég volt ebből a sok csúnyaságból. És tudtam, hogy nem is olyan sokat kell szenvedni. Az ötödik infartusom után ott ültem és készültem az útra. De közben eszembe jutott. Hogy van ez? Ha a teremtő szólít, akkor ennyi. Hát ötször visszapofozott ide a létbe. Azért tudom, hogy infartusom van, meg hogy hol van a baj, mert őtőle kaptam a felvilágosítást. Ha nem teszem meg, amit meg kell tenni, akkor öngyilkos vagyok. Amikor én Istenről beszélek, ekkor is ez nagyon fontos. Kimondani sokszor kimondtam, de ettől kezdve megvalósítottam, mit? Uram, ne úgy legyen, ahogy én akarom. Legyen meg a te akaratod. Ha azt akarod, hogy éljek, meg kell tennem mindent, hogy a te akaratod érvényesüljön. Kérem önöket, hogy így imádkozzák Istenhez az ő akaratát. Én pedig ebben a könyvben, a 244. oldalon lévő áldást mondtam el múltkor, most a 282. oldalon van egy gyönyörű, Istenes áldás. Ez így szól. Áldjon meg téged az Úr, szabadítson meg félelmeittől, és adja meg neked az ő békességét és örömét. Őrizze meg hivatásodat, és szentelje meg szolgálatodat. Legyen vezetőd az úton, hogy megtedd az ő akaratát. Álljon mindig melletted megbocsátó kegyelmével, és borítson be szeretetével, legyen a magányosságban társad, a szomorúságban vígaszod, a szenvedésben erősséged. Növelje szíved bizalmát és bátorságát, hogy teljesen megnyíljon lelked, az ő örök jósága előtt, s így életed szüntelenül az Úr dicsérete legyen. Ámen. Most ott készülődik az a szép asszony. Az elején Istennek, a végén rajtamásnak és feleségének köszönöm meg ezt a mérhetetlen szeretetet, hogy minden évben Érdemesnek tartanak arra, hogy eljöjjek Önökhöz. A Teremtőnek köszönünk mindent, így rajta mást, meg a feleségét is. Köszönöm, Uram, és áld meg őket. Köszönöm. Béke, csend, erre higgyék el. Tudják, hogy mit szoktam kérni mostanában? Egy perc néma csendet. Kérem, próbáljuk ki, meg fogják látni, hogy mennyivel erősebb, mint az legdörgőbb taps. Tehát egy perc néma csend. Most. neki is sokszor. Köszönöm professzor úr a csendet, kicsit összeszedtem magam a meghatottságtól. Nem vagyok rám amit mondtál. Nem, igazán, meg, igazán megértem, hogy te lélekkel. Kis magyar tönkölyöm. te csináltad, tudom, drágám. tudom, Kicsit olyan is, mint én, hibás. Nagyon fontos. Drága hölgyeim, kérem önöket, ilyet soha ne tegyenek. Miért ne tegyenek? Ilyet, hogy olyan hibás, mint én. Nem hibás, gyönyörű, egyedi, egyszerű, soha nem volt, soha nem lesz. Nagyon szépen kérem, szeressék magukat, mert akkor válhatnak szerethetővé. Gyönyörű, szép asszony, igen, igen. Köszönöm szépen a türelmüket. Könyveket ott kint vagy itt. A... Én most ki fogok menni egy öt percre, és nem bujok el. Ha ott füstöt látnak föl, szállni, ahova megyek, már régóta nem dohányzom, hanem füstáldozatot mutatok be az úrnak. Ez 30 kal csökkenti a rákos megbetegedés valószínűségét. Miért? Mert a 30 a úgy gondolom, hogy rossz, az a placebo hatás. Ezt leváltatjuk, és megyek ki elszívni egy cigarettát. Azért köszönjük szépen, hogy egyensúlyba került a lelkünk és a szellemünk, és akik járnak a rendezvényeinkre, azok tudják nagyon jól, hogy Tizen éve már a moldvai csángó magyarokért dolgozzunk mi is, nagyon fontosnak tartjuk. És tovább kell éltetnünk ezt a magyar kultúrát, és minden egyes alkalommal, moldvai magyar csángó köszöntéssel szoktam elköszönni, ezt meg is fogom mindjárt tenni. Ugye a úr mondta, hogy könyvei megvásárolható, hogy szívesen dedikálja, illetve gyakran kérdést kapunk, hogy. Az estről felvétel, DVD hol elérhető, mint mindig, kezdetektől fogva a Régió Plus TV készíti a felvételeket, Attila csinálja nekünk a DVD-ket, és ő mindig le is adja a régiós adásokban. Tehát őt keressék, ezt az adást figyeljék, mert ott újra meghallgathatják, megnézhetik nem csak a professzor urat, hanem általában az előző vendégeket is. És kérem, ne feledkezzenek el akkor. Attilának a jó célra adományozni, és akkor a szokásos köszöntő. Feljött a nap, szép fényesen, működt is üt Feles jött, eles haladott, nekünk örömet hozott. Isten áldja meg kenteket, a szívüket, s a lelküket. További szép estét. És bocsánat, még egy másodperc jövőre valószínű újra ugyanígy, csak a professzor úr még nem tudja, hogy én több embernek megígértem, aki nem tudott már eljönni helyhiány miatt, hogy jövőre ő lesz az első, aki telefonon értesíteni fogok a professzor úr rendezvényéről. Úgyhogy ennyit. És egy rövid mondással akkor én is hagy figyelmeztessek mindenkit. Egy, egy régi tanítónak a mondása, ha boldog vagy, a valóságban élsz. Minden más illúzió, amit te magad teremtettél. Köszönöm. És akkor a dedikálás majd itt lesz pár perc múlva.